Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Egy olyan videót fogok nektek csinálni, amit szerintem nagyon régóta nem csináltam, ugyanis ez egy első benyomás videó lesz, tele PR cuccokkal. Az az igazság, hogyha őszinte szeretnék lenni, akkor kifejezetten ritkán kapok PR cuccokat, viszont ebben a hónapban három csomagom is érkezett, egyik jobb, mint a másik igazából, és egyikre se számítottam, ezért még királyom. És arra gondoltam, hogy ha már ennyi új dolgot kaptam, nekem is új dolgok, remélem, hogy nektek is tudok újat mutatni, próbáljuk ki együtt őket, legyen ez egy első benyomás videó, és készüljünk el együtt a napra. Három csomagot fogok nektek megmutatni. Ha néztétek a vlogjaimat mostanában, akkor tudjátok, hogy voltam egy Douglas rendezvényen, és nagyon sokan rám szóltatok, hogy az nem Douglas, hanem Douglas, de tekintve, hogy a rendezvényen a főszervező Douglasnak mondta, nekem is Douglas lesz. Ez egy olyan csomag, amit a rendezvény után kaptunk ilyen kis ajándéknak. Tele van rengeteg termékkel, nagyon sok parfüm és arckrém van benne, amiket nem fogunk használni. Viszont van benne egy Real Techniques-es szivacs, azt tudjátok, hogy annyira nem szeretem, úgyhogy ezt ma nem használjuk, és ahogy látjátok, van már rajtam alapozó és korrektor. Szerintem villámgyorsan megmutatom, hogy mik vannak benne. Van egy nagyon-nagyon pici La Mer hidratálókrém, ez a általános La Mer krém. Ha kíváncsiak vagytok rá egyébként, akkor másik videóban beszélhetek nektek róla, viszont ez egy smink videónak indul, és remélem, hogy be is tudom úgy fejezni. Van egy Origins-es szem környékápoló krém, egy Mario Badescu spray, arcspray. Őszintén megmondom, hogy ezt nem kifejezetten szeretem. Soha nem próbáltam, de nem is szeretném. Ilyen szinten nem szeretem, úgyhogy azt félretettük. Egy Yves Saint Laurent parfüm is van a csomagban. Egy bulgári férfi parfümválogatás. Nyilván ezek ilyen extra mini tester parfümök. Egy Tom Ford parfüm, ez a legújabb illat. Nagyon-nagyon cuki Estée Lauder mini szérum. Ezt meg fogom nektek mutatni, ez egy Tom Ford rúzs. Van benne egy Giorgio Armani rúzs, Dr. Irena Eris arckrém, és egy Isadora folyékony rúzs, illetve egy szempilla spirál. Ezt ki is fogjuk próbálni ma. Ezután érkezett egy hatalmas NYX csomagom, ami nagyon-nagyon jól esik egy nagyon cuki kis üzenettel együtt. Kedves Rebeka, fogad sok szeretettel ezt a bestseller termékeinkből és újdonságainkból álló csomagot. Reméljük megtalálod benne az új kedvenceidet, legyen csodaszép napod a NYX Professional Makeup csapata. Nagyon szépen köszönöm nekik. Ebbe menet közben bele fogunk ásni, ugyanis nagyon sok mindent fogunk belőle használni, viszont megmutatom nektek az utolsó csomagomat is, ami egy teljesen fekete dobozban érkezett, úgyhogy azt nem is mutatom meg nektek, ez egy Be Perfect csomag. És képzeljétek el, hogy az eredeti Be Perfect-nek a Instájáról írtak rám. Méghozzá úgy, hogy mostantól a Marion Naudba is kaphatóak a Be Perfect-nek a termékei, és küldtek nekem egy gyönyörű, szép, csillogós, folyékony szemhéjfestéket, amit mindenképpen ki szeretnék próbálni. Illetve kaptam tőlük egy palettát, amiben már belelestünk Barbie-val, és elképesztő. Úgyhogy a mai napon ezt fogjuk használni, de kezdjünk egy kicsit előrébb, és fejezzük be az arcomat. Egy kicsit benéztem, ugyanis nem púdereztem még le az arcom, mert azt hittem, hogy ez a Sweet Cheeks pirosító, ez krém, úgyhogy gyorsan púderezek és kontúrozok, utána folytatjuk tovább a pirosítóval. És most, hogy megvan a kontúr, jöhet a pirosító, és nem tudom mennyire látjátok, de igyekeztem hozzáöltözni, és majdnem tökéletes meccs. Ez nagyon szép. Szeretem egyébként az ilyen pirosítókat, amik nem olyan nagyon erősek, úgyhogy szépen fel tudod építeni a fedését. Jó. Következő Fill and Fluff szemöldök ceruza és kis kefe együttes. Kicsit sötét, de megpróbálunk valami szépet csinálni vele. Imádom az olyanokat, aminek bármiféle kefe van a végén, és nem kell külön összeszedegetni hozzá, és kifejezetten szeretem azokat is, aminek egy kicsit vastagabb a ceruzája. Ez nem biztos, hogy a legjobban hangzott. Kifejezetten szeretem az olyanokat is, aminek egy kicsit vastagabb a ceruzája. Értitek?
ne értsétek félre, megint csak, de szeretem ezeket a szemöldök ceruzákat, amik nem olyan nagyon puhák és nem kenődnek el, hanem egy kicsit keményebbek, és inkább többször tudod áthúzni a szemöldöködön, anélkül, hogy nagyon erősen rögtön befognál. Emellett egy picit vaxos, de pont annyira, hogy ne legyen zavaró, és inkább csak segítsen. Aki szereti a ceruzás szemöldök termékeket, annak szerintem ezt muszáj kipróbálnia, ha még nem próbáltátok. Megértem, hogy miért bestseller. A kefe része is egyébként nagyon-nagyon kényelmes, méretbe is pont jó. Nem is nagyon kell róla mit mondani. Tudnék vele sokkal erősebb, határozottabbat is, viszont egy teljesen természetes eredményt is el lehet érni, úgyhogy ezt is megtartjuk. Most gyorsan térjünk át a Be Perfect palettánkra. Soha nem használtam még Be Perfect palettát, legalábbis nem emlékszem rá. Nagyon szép a csomagolása, egy hatalmas tükör van benne. Gyönyörűek a színek, imádom ezeket a májvás, kicsit meleg, de mégis határozott színeket. Remélem érthető egyébként, amit mondok. Van benne pár random szín is, mint például az a két zöld a közepén. Van benne egy csillogós lila, nagyon élénk ciklámen. Szerintem sokat fogunk játszani ezzel a palettával, de a mai napon szeretnék a ruhámhoz valami passzoló sminket csinálni. Arra jutottam, hogy nem fogok külön primert használni, és az első szín, ez az Ashar lesz, amit kipróbálunk. Ebből fogok feltenni egy alapot. Következő színünk a Blush. Ezzel kezdem el kicsit kimélyíteni a mélyítő vonalamat. Elfelejtettelek közelebb hozni titeket, pedig már a szememet csináljuk. Eddig egyébként kifejezetten tetszik. Tök szépen építhető. Hogy nézek ki? Esti randira megfelelően. Megyünk randizni Barbival. Olyan kár, hogy ezek a storytime videók már nem mennek. Annyi mindent el szeretnék nektek mesélni, úgyhogy lehet, hogy live-olnunk kellene valamikor egyet, hogy tudjak magyarázni. Következő színnek ezt a Chic-et gondoltam. Ami egyébként kifejezetten tetszik, hogy ugyanúgy néznek ki a színek a szememen, mint ahogy a palettán, ugyanis a Cremated paletta után erre nagyon figyelek. Következő színünk ez a gyönyörű, sötét májva, ami egy picikét talán sötétebb, mint a ruhám, de nagyon hasonló, és ezt elkezdem a külső sarokba felütögetni. Ezután a Pink Rosé gyönyörű szépen csillogós személypudert szeretném feltenni. Egészen a belső felére. Jézus! Ez nagyon szép. Ezután pedig a Glow Up-pal fogok szemöldök csontom alatt. Illetve a belső szemzugomba highlightot tenni. Fogalmam se voltam úgy, hogy mire számítsak, de szerintem ez felülmúlta a számításaimat, annak ellenére, hogy nem voltak. Az alsó szemhéjamra szerintem megint a Chic-et és ezt a brownit fogom összekeverve feltenni. És a külső sarok szerintem ebből a Gigi-ből fogok tenni egy keveset. A palettáról szerintem elsőre ennyit, nagyon tetszik. Nem számítottam rá, hogy ennyire tetszeni fog. És most pedig próbáljuk ki ezeket is. Három szín van a csomagban, az egyik a Stars, második a Buzz és a harmadik a Jewels. Ezüst színű a Stars. Így néz ki. A második a Buzz, ez egy
gyönyörű bronzos szín. Nem mondanám aranynak, inkább ilyen bronzos, ugyanis nagyon sok ezüst visszatükröződés van benne. Úristen, de szép! És a harmadik a Jewels, ami pedig a Rose Gold árnyalat, viszont ebben is rengeteg ezüst tükröződés van. A Jewels-ből szeretnék feltenni talán a szemem közepére egy keveset. Előkészítettem egy ecsetet, hogy el tudjam dolgozni. Annyira csillog az az igazság az első is, hogy nem biztos, hogy túl sokat dob rajta. Az biztos, hogy csillogok, tehát efelől a kétségem nincs, és gyorsan szárad. Míg várjuk, hogy megszáradjon a szemem, addig elmondom, hogy a következő lépésünk az az Epic Ink Liner lesz. Ezt biztosan mindenki látta már. Régen használtam én is, nem vagyok egy nagyon nagy ilyen tollas tus fan, viszont arcfestésekhez rengeteget használtam. A mai napon a videó kedvéért viszont ezzel fogunk húzni egy mini tust. Amikor azt mondtam, hogy mini tus, akkor komolyan is gondoltam. Pont ennyi. Tényleg nem rajongok ezért a formátumért, viszont ha választani kell, akkor biztos, hogy ez a legjobb. Ha soha nem próbáltátok még, akkor elmondom, hogy ilyen kis szálai vannak, mint hogyha ecset lenne, nem filces a vége, és nagyon precíz, szerintem ez használható a legkönnyebben, és amíg nem fogy ki, addig nincs olyan, hogy kiszáradna, úgyhogy nyilván ezt is megtartjuk. Következő lépésként azt elmondom, hogy kaptam egyébként a NYX-től is egy szempillaspirált, ez a On The Rise Volume Lipscara. Nagyon érdekes a feje, ugyanis műanyag sörték vannak rajta, és a két szembe lévő oldalon az egyik oldalt ilyen formájú, a másik oldalt pedig tudjátok, ez a kis hullámos. Nem rossz, viszont nem kifejezetten szeretem a műanyag sörtés spirálokat, úgyhogy ez nem lett a kedvencem, de ha szeretitek a műanyag sörtét, akkor valószínű, hogy be fog jönni, mert egyébként nagyon szép pillákat csinál, próbáljátok ki. És amit első benyomásként ki fogunk próbálni, ez a Douglasnak a Vice Versa hibrid szempilla spirálja, és egyik oldalán műanyag sörték vannak felfele, a másik oldalán pedig rendesen ilyen szálas sörték. A NYX-es az egy kicsit sok anyagot vesz fel, ez viszont egy kicsit keveset, szerintem. Nem lett csúnya a pillám, viszont semmi olyan extrát nem érzek tőle. Át fogok menni a NYX-essel még egy rétegben a pilláimon. Habár ez se lesz a kedvenc spirálom, fényévekkel jobban tetszik, mint a másik. Szerintem sokkal látványosabb lett. Pár dolog van, amit szeretnék még megmutatni nektek. Kaptam egy rúst a NYX-től. Shout Loud rúzs a talán 10-es Day Club színben. Ez egy nagyon érdekes, egyébként szerintem narancssárga, de ilyen korallos, narancsos szín. Az izadórás folyékony rúzs. Tudjátok, vannak azok a rúzsok, amiknek ilyen hab állaga van. Ez egy olyan. A NYX-es csomagban volt még egy Soft Matte Lip Cream. Ez is hasonló egyébként. Ez viszont határozottan piros. Van ez a nagyon cuki Giorgio Armani is. Ez egyébként gyönyörű. Ez egy nagyon vad vörös. És az utolsó, amit meg szeretnék mutatni, az egy Tom Ford rúzs. Ez pedig egy nagyon szép májba szín, ami szerintem ehhez a szettünkhöz teljesen menni is fog, úgyhogy valószínűleg a mai napon ezt fogjuk használni. Feldobom gyorsan a pillát, előtte még fixálok a Dewy Finish Long Lasting Setting Spray-vel a NYX-től. Van fújása. Egyáltalán nem köpköd, egyforma permetekbe fújja ki a sprayt. Tehát a lényeg az, hogy nagyon szépen egyenletesen fújja ki a löttyöt magából. Szép is a végeredmény. Pilla, és jövök vissza. Pilla a helyén,
mai pillaválasztásunkat Barbarának köszönhetjük. Úgyhogy az utolsó lépés az már csak a rúzs, és képzeljétek el, hogy kaptam egy szemhéjtúst, vagy hát ceruzát igazából, de arra gondoltam, hogy ezt szájceruzaként fogjuk használni, mert miért ne? Ez lesz a szájceruzánk, és a kis Tom Fordos rúst fogjuk használni rúzsnak. A rúzs egy kicsit sötétebbnek néz ki felkenve, mint szerintem a tubusba, de ettől függetlenül egészen jó lett a végeredmény. Nagyon király cuccokat próbálhatunk ki ma. Köszönöm szépen mind a NYX-nek, mind a Douglas-nak és a Be Perfect-nek is a csomagot. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha használtam a kedvenc termékeiteket, akkor azt írjátok le, hogy melyik volt. És hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. És természetesen kövessetek Instán is. Az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!